Sziasztok! Ez egy új nap, de nem nekünk, csak nektek, egy új vadászfeleselővel. Ugyanis múltkor már beszélgettünk Törőcsik Pállal, aki a Magyar Elöltöltő Fegyveres Szövetségnek az elnöke, viszont tovább is beszélgettünk volna, de annyi jó kis érdekes sztorit mondott, hogy inkább arra gondoltunk, hogy egy külön adásban beszélgessünk a golyós fegyverekről, a golyós fegyver választásról, mit, miért, egyáltalán mi van a piacon, mit lehet megvenni időben, mit nem lehet csak időn túl, akár egy év múlva megkapni. Tehát a mai adásban a golyós fegyverekről fogunk beszélni, és most Pali nem mint elöltöltős, hanem mint a Blaser Group kereskedője van jelen. Úgyhogy lehet, hogy egy adott márkát, pontosabban márka csoportot képvisel, viszont általánosságban fogok tőled sok mindent kérdezni. Először is azt, hogy milyen fegyvert válasszunk, és akkor órákat elbeszélgetünk erről, de leginkább ami érdekel, az az aktuál piaci helyzet, hogy igaz-e az, hogy nincs fegyver, mert nincs alapanyag, mire számítson az, aki most fegyvert szeretne venni? Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg kérdést, ismételten üdvözlöm én is a nézőket. Tényleg nagyon érdekes, amit felvetettél ezzel kapcsolatban, és valójában mindenki érzi a saját bőrén, hogy tényleg megint ismételten egy válságban vagyunk, most már kezdjük megszokni, hogy egyikből a másikba megyünk bele. Legyen az most alapanyag, vagy Covid, vagy teljesen mindegy, most benzin, meg ásap, meg gáz, de attól függetlenül mindenki el tudja képzelni, hogy ennek nagyon komoly ráhatása van a fegyvergyártásra is. Hisz ez is acélból, fából, optikákból, műanyagból, rengeteg ember dolgozik ezeken a fegyvereken, tehát igen, sajnos hatással van rá. Beszélgettünk az előző adásban ugye az ólomról, beszélgettünk a lövedékekről, van még mellettünk egy háború is, tehát nem igazán segíti elő ezt a kereskedelmet, és magát a gyártást sem, hisz azért be kell, hogy valljuk, hogyha most tényleg szeretném hasonlítani egy kicsit ezt az egész fegyverkereskedelmet itt Magyarországon, meg úgy szerintem a világon is, hogy ez nagyon kevés, egy nagyon szűk csoport embert érint egy lakosság mértékéhez képest, és ezen belül mi a hobbiuknak az eszközét biztosítjuk. Tehát ennél mondjuk a golfütőgyáros lehet rosszabb helyzetben, mint én, de attól függetlenül nyilvánvaló ez egy erős réteg és egy komoly felvásárló réteg, de elbírjuk képzelni, hogy ez mennyire preferált egy gyártási szempontból, mondjuk ha arról beszélünk, hogy acélkiszolgálás, akkor egy autógyártó vagy egy fegyvergyártó, hobbi, bocsánat, és itt hozzáteszünk, hogy nem hadipari fegyverekről beszélünk, hanem vadász fegyverekről vagy céllövészeti fegyverekről, sportfegyverekről. Tehát el tudjuk képzelni, hogy nehéz dolgunk van. Mind a konkurenciánknak, mind jó magunknak is természetesen megnehezíti az életét. Igen, azt más konkurens cégeknél is lehet hallani, hogy ők is küzdenek ezzel, tehát ez nem csak mondjuk egy cégcsoportnak a problémája, hanem világszinten probléma. Ez számokban egyébként mit jelent, hogyha én kinézek egy, akár egy ilyen puskát, mint amivel te vadászol, ez egy meglehetősen impozáns kis gavallér puska, mennyit kéne rám most várnom? Ha így közelítjük meg, ugye ez is egy jó vicc egyébként, amikor a tűzoltót kérdezték, hogy mi a különbség a hegedű és a nagybőgő között, ugye akkor az én szempontból, vagy az ő szempontjából az volt, hogy az egyik tovább ég. Így megközelítve ezt a Stussnitz fegyvert, ez egy ritka fegyver, nagyon kevés, aki ilyet használ vagy vásárol, újonnan leáldozóban van most éppen a csillaga ezeknek a fegyvereknek. Egy évet kell várni, hogy gyorsan és röviden, tömören összefoglaljam ezeket a dolgokat, mert ebből keveset adunk el, meg kevés egyébként az. Már a kereslet is nagyon kevés rá, és a szolgáltatás. Egyre több gyártó viszi ki sajnos a vonalából ezeket a fegyvereket. Azok az ismétlő fegyverek, amik ott melletted az asztalon is vannak, ugye ezek között is van olyan, ami most azt mondom, hogy tömegtermék, vagyis hát sokan vásárolják, akár itt Magyarországon is, egy teljesen átlagos, egy 308-as, 30-06-os kaliberben azok a fegyverek, amelyek most azt mondom, hogy húzó vonalát képviselik akár a cégeteknek, az mennyi idő alatt
érkezik meg. Én magát a húzó szót azt tovább boncolnám, azt, hogy darabszám vagy érték. Én úgy gondolom, hogy ezt a kettőt nem lehet együtt tárgyalni, hisz ha azt mondom, hogy egy darabszámban húzó fegyverről beszélünk, azoknál a mi esetünkben a Mauser M18-as, ahol nagy a darabszám egy fegyvernek. A cégünk értékét, tehát igazából a value-t és a nagy részét azt a Blaser értékesítése teszi ki. Ott úgy gondolom, hogy számítva az idei év nehézségeire, a tavalyi évben, tehát 2021-ben nagyon jó kollégáim vannak ebbe, és csak dicsérni tudom az ő gondolkodásukat és a vezetőnket is, hogy gondoltunk rá, hogy nehézségek lesznek. Már a Covid alatt megtapasztaltuk azt, hogy mi történik akkor, ha egy gyárban kevesebb létszámmal gyártanak, vagy ne agyisten műszakok szűnnek meg, hisz ez érintette a német gyárunkat is. Abban gondolkodtunk, és a vezetőség jóvá hagyta, a kinti vezetőség azt, hogy készletet emeljünk, készletszintet növeljünk. Mi ezzel próbálunk meg tulajdonképpen, ha túlélni szó, az egy kicsit erős is, de ezzel próbálunk meg a piacon úgy erősebbek maradni, vagy erősebbé tenni a kereskedelmünket, hogy gyorsabban tudunk kiszolgálni saját magyarországi készletről. De igen, érint minket is, és maga az áremelés is, ami minden gyártót és minden egyes szegmest érintett, a mi cégünket sem került el sajnos. Úgyhogy úgy próbáltuk meg ezt az időszakot 2022-ben áthidalni, hogy nagyon magas készlettel mentünk bele az évbe, így ki tudjuk szolgálni a vevőinket. Tehát a feltett kérdésedre a válasz most idén nem érintett ez minket csak speciális fegyverek esetében, de a 2023 az viszont már gond lehet. Mindenki életében, ahogy nézzük a konkurenciát is beszélve, ez a konkurencia szó az egy kicsit erős, mert ők egyébként a fegyvergyártó társaink, mert nélkülük mi nem vagyunk, ők nincsenek nélkülünk, tehát egymáshoz viszonyulva szerintem elválaszthatatlan társai vagyunk ennek a társadalomnak, mint vadászati társadalomnak is. Nem is nézzük le, és egymáshoz nem is szoktuk mérni. Én ezt tapasztalom az elmúlt 10 évben, hogy nem méregetjük egymás fegyverét egymáshoz. Én úgy gondolom, hogy a 23-as év az vízválasztó lesz sok gyártó esetében. Nagyon nagy háttér dolgok zajlottak le a világban, amit én kisember nem látok át nyilvánvalóan, de tulajdonosváltások, kivásárlások, nagy régi tradicionális cégek váltanak olyan irányba, ami meglepő. Nyilvánvalóan mi kis Magyarországunk nem húzó piac ezeknek a gyártóknak, hisz kevesen vagyunk. De attól függetlenül azért a jövőre mindenképpen látszik és sugal valamit, hogy milyen irányba tart a fegyvergyártás és a fegyverdizájn, ne adj Isten, ebben a tekintetben, ha vizsgáljuk. De ezt más iparágokban is látjuk, tehát ugyanúgy az autónál, amit említettél, hogy talán a jövő év lesz egy nagy vízválasztó mindenféle tekintetben. Azért kérdeztem ezeket a dolgokat, mert én főként a kezdővadászokból indulok ki, hiszen ugye vadásztanfolyamokat is szervezünk, és mindig szeretnénk valamit csak útravalóként adni az embereknek, nyilván nem puskát, hanem néhány jó tanácsot, és amikor ott arról beszélünk, hogy egy megszerzési engedély, amit ugye az első fegyveréhez kér a rendőrségtől az illető, ott ugye 90 napja van megvenni a fegyvert, tehát akkor ne akkor gondolkozzon, amikor már ott van a kezében, hogy akkor most 90 napon van, és ez a puska tetszik, de csak egy év után hozzák meg, hanem akkor ugye itt előre kell gondolni a vásárlóknak is egy picit, tehát amikor már megszületik a gondolat, hogy mi lenne, hogyha venne egy puskát, akkor otthon anyának a puhítása az már azután legyen, miután megrendelte, mert különben akkor erőteljesen bennmaradhat a csávában. És itt jön az óriási nagy kérdés, hogy mondjuk kezdő vadászként milyen fegyvert vegyen, és akkor ez most megint 3 órás műsor, tehát nyilván nem ezt fogom tőled feltétlenül kérdezni, csak ebbe az irányba szeretnék elmenni, hogy ha mondjuk a tömegtermékeket nézzük, ezt említetted, hogy nálatok a húzó ágazat a mennyiségi téren a Mauser 18-as puska. Miért van ennek olyan nagy keletje, és miért vásárolják az emberek? Tehát, hogy ki az, aki vásárolja ezt a puskát? A kezdők veszik, vagy a már profi vadászok veszik, és itt most idézőjelbe tettem a profit, tehát aki sokat vadászik,
és kell neki egy második, harmadik puska, vagy sokkal inkább a kezdők vásárolják ezt? Majdnem megkaptam a kész válaszokat is, köszönöm. Nem tudom külön választani a vadászemberként való mentalitásomat, sem a cégnél betöltött feladatomat attól, hogy igazából itt kétfelé választanám a történetet rögtön. Tehát a felhasználó szempontjából egy vadászember annak születik egyébként már, és elindul azon az úton, majd elér valahova, választani fog fegyvert. Jól mondod, 90 nap, benyomások, stb. Én úgy gondolom, hogy egy vadászembernél a fegyver milyen kategóriát és hova helyezi ő az életébe. Van, aki számára ez egy eszköz, egy nagyon hosszú pályafutás szentén, mind a kertész kezébe a gerebje, ne adj Isten, költőket idézünk. Van, akinél egy múzsa, egy szerelem, van, aki alakjába, van, aki kaliberbe szeret bele, tehát ezt a csoportot én nem vegyíteném. Az, hogy kulturálisan a magyar vadászati kultúra hova fejlődik és hova megy, ezeket sajnos Excelben és eladási adatokban el tudjuk magyarázni, de ez nagyon száraz lenne, hogy miért műanyag, azért mert olcsó, pont. Tehát a kérdésedre nagyon gyorsan tudnék válaszolni. Olcsó, Mauser, megbízható, pont, ennyi. Nem kell többet tudnia, ennyi pénzért tökéletes választás. Milyen egyszerű lenne az élet, akkor csak egyféle autót gyártana, mint a Ford T modell, aki ebbe bukik bele, ugye? De az ember egyénisége, olvasottsága, elképzelése, filozófiája mind befolyásoló tényezővel bír a fegyvervásárlás gyanán, és még nem beszéltünk még rengeteg olyan felső kategóriás kérdésről, milyen szempontból felső kategóriás a státuszszimbólum, ne adj Isten, beruházási gondolkodás, mert ugye vannak olyan fegyvermárkáink is a birtokunkban, olyan gyárakat is birtoklunk, ahol már befektetési értékkel is megjelenik, mint befektetési érték is. Tehát ezt így nagyon nehéz lenne elemezni, de én azt gondolom, hogy a Magyarország és az eladási adatok is azt mutatják, hogy leegyszerűsítsem a választ, hogy nagy részint a vásárlóink nagy része, a mi csoportunknak a vásárlói nagy része, ahol a darabszámot veszük figyelembe, azért választja mondjuk a Mauser M18-ot a legtöbb esetben, mert rendkívül egyszerű. Nagyon jól bizonyított, teszi a dolgát. Ezeknél az embertípusoknál, meg ezeknél a vadászati típusoknál valószínűsíthetően nem az jelenti számára a legfontosabb, hogy a fa erezete és hogy mutat az autója színéhez, stb. Hanem az fontos neki, hogy funkcionálisan, megbízható, kiveszem, teszi a dolgát. Tehát most ezt látod, hogy ez a lényeges. Te hogyan választottad ki az első puskádat? Hát ebből lehetne 3,5 napos előadást tartani. Nekem teljes szerelem, tehát én sajnos a legrosszabb vásárló lennék bárhol is, mert nekem elképzeléseim vannak 30 éve, és ezeket hajtom mai napig. Mi volt az első puskád? Az első puskám, amit kaptam édesapámtól. És ugye most golyósról beszélünk. Golyós, akkor már is a golyós irányba megyünk. 18 évesen egy 243-as kaliberű, most én itt nem mondhatom, hogy egy Mauser, mert természetesen az egy nem Mauser fegyver, de úgy nézett ki. Jugoszláv család testvéreink gyártották, mai napig teszi a dolgát rajta egy variábel távcsővel, ez volt, hát immáron lassan 30 éve. Ez volt az első golyós puskám, ami nagyon sokáig kiszolgált egyébként mindenben. És megvan még ez a puskád 30 év után. Hogyne. Ezek azok a fegyverek, amik örök darabok. Ezt nem adjuk el természetesen. Ezt főként azoknak mondom, akik nem beleszületnek a vadászatba, hanem belecsöppennek a vadászatba, akár az egzisztencia miatt, akár egy régi gyerekkori valamilyen feltörő vágy miatt, hogy a tradicionális vadász családokban, mondjuk így, ahol a gyerek már az apa mellett így nőtt fel, ott rendszerint van egy fegyver, amit ajándékba kap a gyerek idézőjelbe téve, a 18 éves gyerek, és ugye ezek azok a puskák, amiket nem adunk el. Mindegy, hogy milyen élethelyzet van, nekem is ott van a fegyverszekrényemben az a Sauer puska, amit annó megkaptam ugye a vizsgát követően, és az az a puska, amivel ugyan nem vadászom, de néha leolajozom, és a szekrényben ott van, és az az, amit az ember vagy soha nem ad el,
vagy ha minden áron, akkor az lesz az utolsó, amikor már kenyérre sem telik. Tehát ezzel a puskával kezdted el a vadász életedet. A golyós tekintetében. Golyós tekintetében. Nagyon sokáig nem használhattunk golyós fegyvert, hisz az volt a lényege, hogy közelebb kell menni, közelebb kell engedni, nincs távcső. Tehát ez felé voltunk tendálva családilag, tehát golyós puskát azt nagyon sokáig nem szerettem. Hiába kaptam is, nem igazán voltunk barátok golyós puskával. Manapság mennyire vagy barátja a golyós puskáknak? Kezdi elnyomni a sörétes lázamat egyébként, de most, hogy életem egyik legfőbb bágyát, megszereztem egy kiplaufot, egy billenőegysövű kis gavallér puskát, így azért most úgy vagyok vele, hogy csökkentem a fegyvereim számát, mert ugye ez egy beletorkolik egy fegyvergyűjtési szenvedélybe is. Tehát az én esetemben már nem tudom, mivel menjek kivadászni, mert tele van az autó. De úgy vagyok vele, hogy most úgy vagyok lelkileg, hogy úgy érzem, korba is megértem oda, hogy egy fegyver, egy lövetű, és oda ki kell érni. Ha az nem olyan, akkor nem kell elsütni a fegyvert, és akkor jók vagyunk. Hány golyós puska van a hátad mögött? Sok. Kicsivel több, mint kellene. Édesapámat tudnám idézni rengeteg esetben, nagyon jó lenne, mi például lehet, hogy a műsorban nem mehetne le, hogy irreálisan sok, aki ezt ilyen komolyan veszi, a vadászatot, mint ahogy apukám is, vagy a nagyszüleink, sokkal több, mint kellene. Tehát itt reflektálok arra, amit mondtál, és az adásban szerintem nagyon jól is venné ki magát, ha beszélnénk arról, hogy itt egy társat választasz. Mi így nőttünk föl, én úgy gondolom mai napig, ha oktatásról van szó, és a gyerekeknek elmagyarázok, és pont amit az előbb mondtál te is az örökölt fegyver esetéből, azt egy életre válasszuk. Tehát a kezdővadászoknál, nem is tudom, ez egy rossz szó, mert mi sem. Igen. Én kezdő maradok életem végéig. Ifjú vadászok. Ifjú vadász, én kezdő maradok, mert úgy is tanultuk, hogy én semmit nem tudok a majd a sírnál mondják ki, hogy te ennyit tudtál. De én is tanulom ezt az egészet, de ez egy hatalmas élmény az, amikor gondolkodás nélkül a tested meghosszabbításaként viselkedik ez a fegyver, az utolsó kattanásáról és a biztosítókar ricnéjéről tudod, hogy hol tart a hüvelykújad azon a biztosítókaron. Mindent úgy ismersz, hogy gyerekkorod óta, tehát ezt az élményt nem lehet megvenni. Ez csak hosszú idővel jön meg. Tehát én is szeretem az új fegyvereket és az új típus, és hajtom őket, de nem tudsz már velük úgy összenőni, mintha ma kiveszem ezt a apukámtól kapott fegyvert, álmomba összerakom, és azt tudom, ha fölveszem, hova veszem föl, elhúzom a szememet, a csukott szemmel elhúznám lőlapra, tudom, hogy hova lövök. Ezt nem tudom ezekkel már sajnos, nincs annyi időnk. Hogyha mondjuk nézzünk egy ifjú vadászt, aki elkezdi a vadász életét, legyen most 35-40 éves, akkor azt javasolnád neki, hogy válassza ki élete párját, és akkor azzal vadásza végig az életét? Visszafordult a kérdés ellenem. Tehát aki 35-40 évesen nem tudott még választani magának párt, hát annak tanácsot kell adni. Igen, megérkezünk egy nehéz vízre. Anyagiak, pénz, egzisztencia, formavilág, design. Mit szeretne viszont látni, mit keres élményben? Mert itt is még azt mondom, egy aki most tette le a vadászvizsgát, és szeretne hozzájutni egy eszközhöz, itt le kell egyszerűsítenünk, hisz nyilvánvaló én se dolgozhatnék ott, ahol dolgozok, ha állandóan szubjektív benyomásaim lennének a vásárlókról. Meg kell győznöm azt. Tudja egyáltalán, hogy mire akarja használni, merre akar vele menni, cserkelő típus. Ő még valószínűsíthetően olyanokat hajt, amit még nem tapasztalt. Álmai vannak. Lássuk ennek a megtestesítőjét. Ő valószínűsíthetően elsőre nem biztos, hogy megtalálja, ami számára jó, mert kiderül, hogy nehéz, kiderül, hogy túlerős, nincs tapasztalat a kaliberbe, rá fog jönni, hogy túlerős vagy túl gyengét vett. Én úgy gondolom, és ez egy jó arany-közép út szokott lenni választásnál, hogy tegyünk egy értéket. Nyilvánvalóan vannak minőségi elvárások, tehát azt most direkt nem keverem ide bele. Azt mondja, hogy 500, 700, 1 millió forint, férjen bele minden. Már előre elmondom, sose szokott senki beleférni ilyen, ezt nem lehet így csinálni. Ez az öntaházépítés. Kocsit nem tudsz ilyet csinálni. Tehát akkor oda még egy ablakot vágok a házra, a kocsin akkor legyen benne bőrülés, tehát mindig elbukik. De az alapelv azért mégis megvan, mindenki tudja azt, hogy miből, milyen büdzséből gondolkodik. Aztán jönnek a zavaró tényezők. Fa, műanyag.
belenyúlós, nem nyúlós, rövid, hosszú, ilyen kaliber, olyan kaliber. Iszonyatos a választék már. Tehát régen túl vagyunk a szükséges minimumokon, tehát ezért tetszik egyébként vizsgálva a több európai ország vásárlási kultúráját, mert nálunk ugye még mindig a 30-06. Ez egyébként nagyon erősek vagyunk benne, mert mindenki még ezt vásárolja. Nem te azért, te is ezt látod, hogy nálatok is a 30-06? Sajnos az adat nagyon erős, tehát ha adatból akarok mondani nektek, akkor azt mondom, hogy igen, 30-06 még mindig viszi a prímet, annak ellenére, hogy már nem lehet több helyen bebizonyítani, hogy teljesen felesleges méretű kaliber. Mi az, amit ajánlanál helyette? Én a következőképpen tudnám egy jó hasonlattal. Tehát a mi korunkban még abban nőttünk föl, hogy volt Warburg. Zöld, sárga, piros. Ha volt pártismerősöd, akkor volt zsigulitok, almazöld. De ezen már túlértünk. Tehát ha egyszerűen a telefonját, a házát, a kocsiját specifikusan választja egy ilyen ember, akkor miért a kaliber tekintetébe teszi meg azt a megalkuvást? Nem lehet az, hogy már az 1900-as évek eleje óta működik ez a kaliber, működik most is ez a kaliber, nem lehet, mindegyik hogy mindegyik működik, tehát az a jó, hogy mindegyik működik. Mármint, hogy jól működik, és hogy lehet, hogy nem lehet, hogy ezért vásárolják továbbra is, mert hogy az már bizonyított. Én nem akarom meggyőzni azokat, tehát hála Isten a lőszerek nem úgy működnek, mint az autók, tehát azért nem jó a hasonlatom ilyen szempontból, mert ma is le lehetne vinni a Warburggal a hétvégi terekre, de senki így nem van. Akar már Warburgba ülni. A kaliberek tekintetében ez nem igaz, mert elsütöm, teszi a dolgát ugyanúgy. Viszont azt sem kell elfelejteni, hogy egy 30-06 esetében azt látjuk az oktatásokon, azt látjuk a mi kis társadalmi vadászati életünkben is, hogy feleslegesen rugdossa az új tulajokat, és ez az új embereknél gond. Hogy megveszi, nem is tudja, mire számítson, és harmadszor fejeli le a távcsövét, egyszerűen hunyorog, amikor elhúzza, mert ez azért, én hasonlítanám ahhoz, mint egy szavazás. Tehát a csendes magányában, a fülkében mindenki oda húzza az X-et, ahova akarja. És amikor fölül a lesre egy kezdő vadász, amikor már tényleg úgy érzi, hogy elmeri engedni a mentor, a kezét fölmegy, és tulajdonképpen ott fog félni a lesen, hogy ha most kijön valami, ezt most hogy tartom meg, hogy fogom meg, mert sok. Tehát nagyon sok esetben még mindig fölé vásárlunk az adott kaliberben. Ami nálunk azért van egy kalibermánia, ezt nem kell letagadni, ez nem gond. Ez nem gond, ha tisztában vagyunk vele, hogy ez mivel jár. Tehát tudunk lemenni egy erős hátsókerék hajtású autóval a Tesco-ba kenyérért, de vizes úton számítsunk rá, hogy abból az nem úgy van, hogy úgy működik, mint egy egyszerű autó. Tehát én azt mondom, egy nagyobb kaliber esetében, vagy a kisebb kaliber, de beszélünk 10.000 kaliberről, Magyarországon csak regisztráltan több mint 2.000 kaliberről beszélünk, és az eladásaink 60%-a 30-06, tehát ez egy olyan súlyos dilemma, hogy én nem értem ezeket az embereket, hogy van még azért a 30-06-on is túl élet, tehát, de ám és legyen. Tehát. Helyette mondjuk egy 308-as kaliber már mi jobb, vagy éli. Igen. Vagy arra is azt mondod, hogy az is annyira tömeg, hogy inkább tömeg. Tovább lépnél. Lassan a 30-06 az egy historikus lőszerré fog avanzsálni egyébként, amióta bevizették ugye 906-ba, de azt mondom, hogy ő lassan már a tradicionális éráját éli a vadászatnak. De megjelennek ezek a modern, úgynevezett katonai kaliberek, ezt sem szabad így egyszerűen rámondani a 308-ra, mert még azon belül is vannak eltérések, de például nagyon szépen látszik az elmúlt 5 évünk eladási adatai, hogy a 308 erősödik. A 308 erősödik, hisz egyre jobban jönnek rá, és a ti oktatásotok révén is csak pozitívan tudok nyilatkozni, hogy most elválasztanám a vadászatot a lövészettől, ismételten, hogy aki nem tud lőni, az semmivel nem tud lőni. Ha tudsz lőni egy normál, átlagos teljesítményű fegyverrel, és tudod, hova kell lőni, mert ugye nagyon nagy különbség, és elnézést, ha ezzel annyit ismételjük ezt a témát, hogy ha tudod, hova kell lőni egy vadtestén belül, akkor ott nem muszáj neked egy rombolóval menned erre az elejtésnél. Akkor van gond, amikor mindenki egy lapockáról beszél. De a lövészet és a vadászat, ott el kell választani, aki nem gyakorol, nem tud odalőni, egy stresszes szituációba beszélünk, mindenki úgy van vele, hogy mint régen, ahogy
ahogy autóztunk is, hogy azért plusz 10 lóerő hogy megmentene egy emelkedőn az előzéstől. De ez nem így működik. Tehát sajnos egy 300-as Winchester Magnum egy rossz lövőt nem ment meg attól, hogy elizgulja a lövést és lecsúszik és stb. Tehát én úgy gondolom, hogy kell is, jó is, jó, hogy széles kaliberek vannak és kell is használni, de ne ringassuk magunkat abba a hitbe, hogy megváltás számunkra egy nagyobb kaliber, egy kapkodósabb lövés esetében. Mit gondolsz, melyik fontosabb, maga a puska vagy a kaliber választás? Az ember. Az ember. Ember, a felhasználója. Egy olyan világot élünk, ezt már korábban is említettem, hogy megbeszélés, hogy tudja, mit szeretne. Egy vásárló, egy céltudatos vásárló közönséggel állunk már szembe. Kevésbé, hisz az új vadászok, akik képeztek már, ott kevésbé vannak behatások apától, behatások nagyapától. Kisfiam, a 857-nél nincs jobb, kisfiam, a billenőcsövű drillingnél nincs jobb, ugye megértünk ilyeneket is, de már nem itt tartunk. Pontosan tudja, mit szeretne, elvárásai vannak, tudja, hogy mi a komfortfokozata, és így is érkeznek már be a vadászboltba a vásárlók nagy része, hogy aznak van elképzelése arról, vagy pénzügyileg nyilvánvaló, hát az is egy szűkítő tényező, de kaliberbe is, mindenes kalibert szeretnék egy puskával. Hát ugye ez melyik? A legmegdöbbentőbb kérdés, amit nem szeretnék sose, mint fegyvergyűjtő megkapni, mert nem tenném le a voksomat. Én azt mondom, hogy van egy törvényi előírás, van egy anyagi forrásom, van egy lőkészségem. Én ezt a hármat valahogy úgy gyúrnám össze, hogy egy jól használható fegyvert vegyek megfelelő optikával, megfelelő szerelékkel, ne felejtsük el a szerelék fontosságát, egy olyan fegyverrel, amivel össze tudok nőni. Itt a kaliberek tekintetében azt mondom, hogy az összes nagyvadra előírt megfelelő zsúl tartalmú kaliber, ugye itt beszélünk majdnem 70-80 olyan kaliberről, ami járatos kaliber, nem különlegesség, ezen belül bármit választhatsz. De azért szem előtt kell tartani azt, hogy Európában lesz-e még az a lőszer. Ez is egy óriási kérdés, ugye lőszer hiány is van. Az előző adásban, amikor beszélgettünk már, ahogy említetted, szóba került az ólom probléma, ugye itt is be fog jönni számunkra is, nem csak az előtöltősök számára. Szerelőszereseknél is nagyon komoly problémát fog jelenteni az ólom. Nem csak a sörétnél, mert ugye ma golyós puskákról beszélünk, de golyós puskánál is fel fogja adni nagyon sok kaliber esetében az utolsó kenetet. Jósoljunk egy kicsit. Ugye nem vagyunk jósok, de egy 5 éven belül várható az, hogy, el kell hagynunk az ólmot? Őszintén szólva nem kell jósolnunk. Pontosan kimondja a bevezetés. Ez elkezdődött, ez nem olyan, hogy majd be fog következni. Ez végig fog menni ez a folyamat. Lesznek biztos súlyosbító, enyhítő körülmények is, de jól mondod, 5 éven belül ez be fog következni. Tehát ez egy olyan eljárás, ami elindult, ami mindenképpen az ólom, mint itt érezzük azt, hogy az áldozatai nem csak a, én most nem akarok elmenni politikai úton, hogy liberális, nem fegyvadászó emberek hozzák Európába ezeket a szabályokat, biztos ez is van benne, nem értek hozzá, de maga az ólom ellenesség, az megfogalmazódik több helyen is a világban. Ez minket az egyik legdrasztikusabban érint, mert még talán a horgász ki tudja váltani más megoldásokkal, de a mi esetünkben tradicionális vagy régebbi kaliberek esetében egyenértékű a halállal. Tehát azt a kalibert nem fogod tudni gyártani. És ez nagyon sok mai napig használt járatos kalibert fog érinteni. És nagyon sok esetben, és elnézést, hogy hosszúra nyúlik a válaszom, nem szabad azt gondolni egy 6,5-es kaliberre, azt mondjuk annak mind 6,5, és egy 6,5 Creedmoor és egy 6,5-55 svéd, az ugyanaz. Nem ugyanazt a lövedéket használja, más a húzagolás emelkedése. Egy régi 6,5x57R, ami egy járatos gavallér puska, nem lesz lehetősége mit lőni, hisz abban a lövedékhozban nem lesz az a súlyú lövedéke, hisz ólomból, vagy ólommentes lőszerből, vagy lövedékből nem megoldható. Tehát ott igen, sajnos alá fogunk, ez csak egy példa volt, de igen, kérdés. Veszélyeztet. 30.06-os megmarad? Meg fog maradni, igen. Hála, jól Isten, az a 3006 örökér, forever. Én azt mondom, hogy olyan mértékű a kaliber, vagy olyan mértékű a lőszer választék egy 30.06 esetében, hogy igen, ez erősíteni fogja egyébként, nem pedig gyengíteni a 30.06 szeretetét. Én magam is vadásztam 30.06-tal, én
Én egy kicsit sokallottam a feladatra, de... Én megmondom őszintén, hogy 7x64-es az a puska, ami ott van a szekrényben. Ugye egy tradicionális európai kaliberű... Magnum kaliberként vezették be annó. Igen, szerintem is sok. Tehát most jelenleg én 308-as Sauer puskával vadászom, bőven elegendő. A 308-as is mindenre. Tehát átlagos kaliber, vagy mit is említettél, hogy mindenes. Ez egy jó szó. Kaliber. A mi kultúránkban, a vadászati kultúránkban nagyon fontos az, hogy nem tudunk, tehát nagyon fontos ebben a műsorban is, ahogy itt vagyunk, hogy elvihetjük technológia, szakma, zsúl, kilométer. Aki még nem ment disznó után be a bozótosba. De ha én ezt most úgy ülök itt, mint akik után keres, és be kell menni, és le kell akasztani a válladról a 3 milliós puskát, oda nagy kalibert vinnék. Tehát látod, benne van az, hogy ezt nem lehet egy asztal mögül. Ehhez élni kell, hogy tudja azt mondani, hogy ez már kihúzott a csávából. Áthidalt már velem problémát. És az asztalnál még az is fontos lenne, egy alföldi vadásszal ülök itt, vagy egy zalaival, vagy egy somogyival, aki bizony tudja mi az, hogy csepőtésben vadászni, ahol bizony egy gyors kis kaliberrel sokra nem menne, mert nem tudná elejteni a vadat, vagy nem tudna kegyelmlövést. Tehát én azt mondom, hogy ez az arany középút, tartsuk meg, 30-0, 8-57, ott vannak ezek a bizonyítottak, több ezer ember bizonyította, rettentő nagy a választék, nem különleges, Európában gyártják, lesz hozzá lövedék, akik újra töltenek, lesz elég hüvely, lesz elég csappantyú, de úgy gondolom, hogy ha színesítjük és merünk szerelmesek lenni más kaliberekbe is, hogy tényleg elmenni úgy, ahogy a régi nagyjaink, és egy kis kaliberű, egy lapos röppályájúval őzezni, előbb-utóbb ez az új vadász is azt fogja mondani, hogy hát ő bizony nem a hajtásra használt puskájával fog átmenni abba a két napban még vadászik, mert ugye ez idő náluk is probléma, átmegy az alföldre, és akkor szeretne egy könnyedén elejtett, egy hosszú lövést tenni, mert ott ildomos, ott megengedek egy 200 métert. Hát oda ne vidd át a 857-et, mert el fog kenődni az élmény. Vannak ugye olyan fegyverek, most pont erre vonatkozóan, hogy kis kaliber, nagy kaliber viszi, nem viszi, másikat visz. Ugye vannak olyan fegyverek, ahol csövet tudunk cserélni, és vannak olyan fegyverek, ahol nem. Mi az, amit ti láttok a kereskedelemben, hogy inkább olyan puskát vesz, ahol ki tudja cserélni a csövet, és inkább váltó csövet vesz magának az ember, vagy vesz egy komplett másik puskát másik kaliberben. Tehát, hogyha nézek egy relatíve masszívabb kalibert, 8x57-est mondtad, amit mondjuk használ a Dunántúl sűrű erdő rengetegeiben, és ott lövi meg vele a disznót, de lemegy az alföldre, és inkább vesz egy 223-as, 243-as kalibert. Tehát külön puskát vesz, vagy váltócsövet vesznek az emberek? Nézze, kedves uram, ez egy nagyon jó, de ez egy hasonló kérdés, ha föltetted volna nekem a nyáron azt a kérdést, hogy szeretek-e kabrióval járni, vagy nem. Ha megengedhetném, ezt választanám. De nem minden ember engedheti meg. Létezik ilyen, a mi esetünkben ugye a blázer, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy szintén ketté válik az út. A cserélhető csövű fegyvereknek ez egy hatalmas előnye. Ez pont nem az, ha esetleg nézik, de ez egy rendkívül nagy előnye, hogy összeszoktál a tusoddal, hisz a cső lő, a tus talál. Ugye ez a mondás itt is megtartja magát. Összeszoktál vele, arra föl tudsz tenni egy másik csövet, hatalmas élménybeli különbség az, hogy ugyanazzal a fegyverrel, teljesen más ballisztika mellett hatalmas pontosságot tudok elérni, és nem fog megzavarni az, hogy leveszek egy nagypapámnak egy ilyen puskát, ezt kiviszek még egy harmadiket teljesen más gyártótól. Tehát ez egy óriási ténykedés, de ez egy technológiai kérés. Tehát én úgy, és egy pénzügyi, oké, hát le tudjuk fordítani oda is. Tehát én azt tapasztalom, hogy elindulnak, aki a váltócső irányba megy, az már eleve tudja azt, hogy nyitott lesz, hisz váltócsöves irányba megy el, nyitott lesz az felé, hogy igen, lesznek majd ilyen társam, lesz egy nagyon szuper, egy nagyon erős, akár afrikázós, akár duvadazós, tehát ők már ebben az irányban gondolkodik, aki ebben a fegyverben gondolkodik. És ez jó? Tehát ő egy előrelátó ember, vagy és jól gondolkodó ember, vagy...
vagy sem? Vagy ő most éppen megteheti azt, hogy ilyen puskát vesz? Mondhatom rá, hogy vásárlás tudatosan vásárol. Jó, rendben van. Mondhatom rá azt is, hogy jól átgondoltan megtervezi a pályáját, meg a lehetőségeit, ne adj Isten a komfort fokozatát, és itt arról beszélünk, hogy kisebb szekrény elég, nem kell hozzá komplett teherautó, hogy 5 puskát elvigyek. Akár még jobban is szegmentálhatja a vadászatát, mert ő neki ez. Az, hogy ez jó vagy nem jó, én ezt erős dolognak tartanám, hogy elmerjem gondolni, vagy megmondani, hogy jó vagy nem jó. Széles az út, elférünk rajta. Az elején úgy kezdtem, a legfontosabb az ember mögötte. De technológia az nagyon széles. Tehát itt is ugye volt egy ilyen kérdés, tudod, hogy a nagymama kezébe a konyhakés mit jelent, meg hogyha egy kint egy szituációban, egy falusi verekedésen egy konyhakés mit jelent. Ugyanaz mind a kettő, csak nem mindegy, ki fogja meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, hogy már létezik ilyen a piacon is. Meg is találta a vásárló közönségét, és tényleg a legalapabbtól a csillagos égig tudja ezeket a fegyvereket összerakni, már a mi blázer esetében is igaz, és a variálhatósága és a dizájnolhatósága és a használati értékét ez rendkívül megnöveli, ez egyértelmű. Tehát, hogy jó ez az irány, én nem tudom, de ez nagyon nagy mértékben jelentkezik a piacon. Tehát akkor mi az, amiből többet adtok el, váltócsőből, vagy azt látod, hogy inkább több puskát vesz egy vadász? Nem lehet a kettőt egymáshoz hasonlítani a mi esetünkben, mert nem tudom az almát almához, körtét körtéhez, mert hogyha ugyanúgy egy árban volna ez a blázernek a szétszerelhető modelljével, akkor tudnám hasonlítani. De én úgy gondolom, hogy ha lőfegyver, beszélünk, akkor viszont a blázer cső már megelőzi a Mauser komplett fegyverét. Uh-huh. A cső eladás tekintetében. De ezt így nagyon nehéz. Tehát almát almához, körtét körtéhez. Tehát én nem hinném, hogy ez reprezentatív lenne ebből a szempontból. Én ott mindig csak komplettben gondolkodnék, ha reprezentatívat akarna az ember kimutatni. A blázer esetében nagyon sokszor előfordul, hisz ott már ott a kofferek, az utazóládáink, a fegyver önmagába és a cserélhetősége és a szerelékeink már sugaltatják, hisz erre az irányba terelem én is a vásárlót, hogy ne egy csővel próbálj meg végigélni, pont az a lényeg ennek a fegyvernek, hogy legyen 223-as, 9362-je, legyen a végén valami irdatlan 375 hollandja, és ne ózkodjon, mert nálunk van, aki elviszi a 416 Rigbit is ebbe a kaliberbe, és van alatt egy 223-as váltócsöve, tehát és nem kell érte egy komplett fegyvert vásárolni, mert azt mondjuk egy fegyver értékének részében, hogy egy negyede a cső. Tehát nem 4 puskát, tehát 4 kalibert tud váltani ugyanabban az árban. Tehát ez egy úgy gondolom, hogy jó irány, de eldönteni ezt így kevés. Igen, de akkor lényegében ez azt jelenti, hogy te azt látod, hogy inkább váltócsövet vesznek az emberek. A mi termék körünkön igen. Nyilván mi termékeinkön belül, igen. Uh-huh. De szerintem ez a két embertípus nem egy és ugyanaz. Biztos van egy közös meccéspont, ez szerintem itt az érték szokott lenni, hogy nem mindenki szán vagy áldoz vagy van neki, teljesen mindegy honnan közelítjük meg, 2 millió forintja erre. Én... Mert, bocsánat, hogy ezt még hozzáteszem, mert nagyon sok esetben ugye rosszul közelítünk meg, vagy negatív fennhangja van ennek. Én ismerek olyan nagyon tehetős embert, és nagyon sok olyan vásárlónk van, aki nem azért nem vesz meg egy drága puskát, mert azt mondja, ő nem akarja, hogy uralkodjon fölötte az anyagi értéke, és ő nem szán oda egy drága fás fegyverrel, úgy, ahogy ő szokott vadászni. Tehát ő ezt ezért vesz olcsóbbat. Tehát nem biztos, hogy a vagyoni helyzet is így meghatározom. Ja, nyilván persze a felhasználási mód, az ember mögött. Meg az ember. Mindig oda jutunk. Mindig az a legfontosabb. Így van. Te milyen kaliberben használod ezt a... Még egyszer megkérdezem. Te milyen kaliberben használod egyébként a kis kiplaufodat? Rám még nagy hatással vannak az öregek. Tehát úgy vagyok vele, hogy peremes lőszert szerettem volna mindenképpen használni, és abból is egy erősebbet, egy mindenes kalibert, egy 7x65R-ben használom. Ez is már minden bizonyított, hogy mindenre is és semmire sem használható kaliber. Így van. Embertől függ ez is. Te miért döntöttél a billenőcső mellett, holott ott van a lehetőség, hogy az ember pont, amiről az előbb beszéltünk, vegyen egy puskát váltócsővel, csöveket cserélhet, stb. Többet is lőhet, nagy tárat is vehet.
Tehát a nagyság, szépség, minden benne van, akár egy blazerben, akár egy 404-es Sauerben. Miért döntöttél mégis amellett, hogy akkor te inkább a kisebbet, egy lövetűt, tehát mindenből a minimálisat? Megjártam azt az utat, meg még szerintem meg is fogom járni, mert nem vagyok ellene a forgótóló zárasoknak, sőt abban is millió álmomban még, amit szeretnék megvalósítani. Viszont az én gyerekkoromban rendkívül nagy pressziója volt, akár nyomása és benyomása is az osztrák vadászoknak. Tehát ahol mi vadásztunk, ahol én felnőttem gyerekként, ők egy etalonként működtek. Ahogy öltözködtek, ahogy vadásztak, amikkel vadásztak. És rám ez olyan hatást gyakorolt, hogy ilyen szempontból nem volt kérdés, hogy ha én egyszer nagy leszek, akkor vagy egy bobbükszöm lesz, nem is tudjuk, a vegyes csőnek mondanák, de nálunk bobbüksznek hívják, vagy egy billenőcsövű golyós. Tehát az a non plus ultrája számunkra, hogy elér egy oda, mint ahogy a Joseph Schering mondta, hogy és ön szokott hibázni? Természetesen, rendszeresen. Tehát nem az volt a kérdés, hogy a hatékonysága jó-e, de nincsen szebb a egy lövés, egy esély, és azt úgy adod le, ez egy szikai hozzáállás, ez nem is tudom hány videóban már volt az, hogy van 5 liter vizet, vagy 2 deci vizet, hogy fogod meginni a 2 deci vizet. Ha tudod, ha van 5, akkor azt úgy iszod meg, ha van 5 a tárban, teljesen másképp adod le a lövést. Adott esetben, nyilvánvaló most ez egy átlag vadász képessége, az én esetemben igaz, hogy van egy második. De itt nincs második, tehát azt az egyet úgy át fogod gondolni, hogy sok esetben elengeded inkább a vadat. Igaz ez mondjuk egy társas vadászatra is? Társas vadászaton használnád a kis egylövetűt? Szoktam használni egylövetű fegyvert társas vadászaton. Ott nyilvánvaló vannak nehézségei, be lehet gyakorolni egy bizonyos tűzgyorsaságot, de nem oda való, ezt nem oda találták ki. Volt, hogy ilyennel kellett részt vennem, mert mondjuk rosszat hoztam el, de attól függetlenül azt mondom, hogy annak is megvan az etikája, megvan az a része, ki mit vonz. Én maga a társas vadászatot sem annyira preferálom, de van forgótólózáras, ami ilyenkor oda elmegy az ember, és akkor azzal tud több lövést is leadni. Viszont most már azért itt többször előjött az előbb is, hogy a gyakorlás és az ember mögötte. Tehát az embernek fel is kell ismernie azt, hogy a gyakorlás nélkül lényegében mindegy, hogy melyik fegyvert veszi meg, mert mindegyiken meg kell tanulni lőni. Nem tudom, hogy ezt mennyire látjátok ti az értékesítésnél, hogy inkább nagyobb kalibert vesz. Azt mondja, hogy kell neki ez a blázer, de inkább nagyobb kaliberbe veszi, mert hogy neki nincs annyi ideje, és hogyha ezzel meglövi, akkor úgyis megvan a vad. Hogy ez jellemző-e a vadásztársadalomra? Nem. Én azt gondolom, Istennek, nem. Én azt gondolom, hogy nem, mert nagyon sok okos és jó ember vesz körül minket. Én sose értem ilyen negatívul meg ezt a kérdést, hogy nyilvánvalóan minden csoportban megvan az, aki nem odavaló, de a vadászati közösség nem ebbe az irányba tart. Fejlődik, kulturálódik, gyakorol. Tehát én pozitív élményekben gazdagodok ezzel kapcsolatban a kaliber választásnál is. Nagyon fontos, hogy aki fegyvert vesz, arra lesz egy bizonyos közösségi hatás. Vagy egy tanfolyam, hogy ti elmondjátok, hogy mit vegyen. Vagy már egy meglévő vadásztársaság, ahol mindenki mondja, hogy jó van, bevált, figyelj ide, mi se értünk annyira hozzá, dolgát teszi, vegyél 30 nullatot, az van nekem is, neki is, neki is. Abszolút jó döntés. Nem lehet azt mondani, hogy nem, hát abban a közösségben ez megfelel. Tehát én úgy gondolom, hogy jó irányba megyünk el azzal kapcsolatban, az új vadászok esetében csak mondani, és tényleg én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben megállja a helyét, hogy gyakorolnak. Kimegy, kipróbálja. Lehetősége van rá. Megnézi, persze, hogy azt nem tudja, hogy hogy viselkedik egy vadra tett lövés esetében, hogy mit csinál a vad testében, de már nem vesz úgy fegyvert, hogy teljesen vakon. És ezt értsd jól, és ez el is fér ebben a beszélgetésben, hogy az a gondom, mint a motorosok, amikor sisakot vásárolnak. Úgy veszel le egy 300 ezeres sisakot a polcról, hogy tulajdonképpen a fejeden jól áll, mint egy kalapnál, hogy de nem tudom, mit csinál kint 200-nál az autópályán. Te úgy jössz ki a boltból egy fegyverrel, hogy se a kalibert nem ismered, a tust fölpróbáltad, távcsövet, de
Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz választás. Tehát tényleg én azt mondom, és azt fele hajlok minden egyes tanácsadásnál, hogy bármilyen lehetősége van egy ilyen ifjú vadásznak, egy kezdő vadásznak, teljesen mindegy, hogy közelítjük meg, lőtér, lőjön, menjen, áldozzon rá időt és pénzt. Megéri. Pont ez a problémánk, hogy nincs is rá lehetősége szinte. Tehát amit említesz, ez egy jó dolog, mi is erre ösztönözzük mindig az ifjú vadászokat, hogy ha lehet, menjen és próbálja ki, de azért ez meglehetősen korlátozott. Korlátozott, de fejlődik. Én azt kell, hogy mondjam neked, hogy határozott előremutató jelek vannak, és célok, és már fizikálisan megvalósult lőtelek. Több, nagyon sok lőtér nyílt az elmúlt 5 évben, mióta tényleg figyelünk erre a dologra, és a kereskedőink nagy része például, nagyságrendileg mondom neked, hogy 130 kereskedővel vagyunk így kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős méret Magyarországon, és ez a 130 kereskedő biztosítja nekem azt az információt, hogy azt merem állítani, hogy nagyon sok tesztfegyvert tartanak ők készleten, és veszik a fáradtságot, ha tényleg egy akkurátus vevő jön be, hogy jó nap, szeretnék egy ilyet, de kipróbálnám. Van náluk lehetőség, tehát kiviszik, veszik a fáradtságot, van a környezetükben, egyre több helyen nyílik, Budapest mellett is több nyílott, egyre több esetben vesszük észre, és ezt megerősítem abból a szempontból is, hogy tőlünk is többször vásárolnak már teszt célból fegyvert, vagy biztosítunk cégeknek tesztelésre fegyvereket. Hisz mindenki ki szeretné próbálni, de senki nem akar elsütni egy 5 millió forintos puskát, amire utána ráteszik, hogy árcsökkentett, mert használt. Uh-huh. Ezért a mi cégünk például ezért külön tart fent tesztfegyvereket, nyilvánvalóan nem abban a felszereltségi fokban, hogy mint a Ferrari-nál a legcsúcsmodellt, de ki tudja, rá tud nyúlni, el tudja sütni, ki tudja próbálni. Én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk ezt vele. Tehát ez a vásárlási trend, amit az előbb említettem, a céltudatos vásárlásnak elengedhetetlen része, hogy ki kell, hogy tudja próbálni. Igazából akkor már csak egy kérdésem van. Ha oda megy hozzád egy ifjú vadász, hogy ő szeretne elkezdeni vadászni nagy vadra és egy golyós fegyvert venne, akkor milyen gondolatokkal engednéd őt be a boltba? Forgótolózáras, egyenes húzású, fa tusa, műanyag tusa, tehát rengeteg minden van, de hogyha rád kéne hallgatni, akkor mit javasolnál neki? Meg fogsz lepődni, háromfele osztanám ezt. Tudtam, hogy sarokba fog szorítani ezzel a kérdéssel, mint kereskedőt, mint vadászembert, és mint törőcsikpár. Tehát ez nem tudom elkerülni a humoros részét se, hogy jó sok pénzzel küldeném be. Szerintem ez egy jó kívánság. A másik az, hogy emberileg tisztában legyen vele, hogy ő mit szeretne, mit vár ettől az egésztől. És ez viszont rajtatok múlik. Bemegy, ő addigra már kapott impulzusokat, amivel vagy elindult olvasni, utána nézni, filmet nézni. Annyira nyitott ez a világ, hogy én nem mondhatom már azt meg, hogy van egy saját emberi véleményem, de ezt nem szabad ide kevernem ebbe a műsorba, hogy én például műanyag allergiás vagyok. Tehát, de nem azért, mert rossz, egyszerűen nekem nem tetszik. De ettől ez még nem rossz. Az, hogy megjelenik a kamuflás, vagy ne adj Isten, terepszínű fegyver. Nem tudom azt mondani rá, hogy nem, ez a világ többi részén már használják. Tényleg, fontos, jól néz ki, és neki tetszik. Hát akkor már tudja, mit akar, akkor ez így könnyű. De az, hogy én mit javasolom, hogy mit, legyen tisztában azzal, hogy mit szeretne. A vagyoni helyzetében nyilvánvaló tisztában van, de mint ember bemegy, a kereskedő úgyis arra fogja terelni, ami neki van portékája. A kaliberek tekintetében megbeszéltük, hogy széles az út, de ő tudja eldönteni. Előző műsorotokban kielemeztétek a kaliberek erejét, használt. Nyilvánvaló elmehetnénk ebbe az irányba, hogy abszolút teljesen felesleges ekkora kaliberekkel vadászni Magyarországon, ha ugyanoda tudsz lőni kétszer. De hát mivel ez is néha gond, ezért az nehezebb. Tehát én azt tudom tiszta szívvel javasolni, hogy tájékozódjon, olvasson sokat, nem csak a múltat és nem csak a nagyjainkat, hanem magát a jövőt érintő kérdéseket is, döntsön úgy okosan, hogy mi az, ami elfér neki, mi az, ami lehetőség szerint ő használ, és ha ezek után még van kérdés, akkor legyen impressziója. Legyen neki egy elképzelése a múltból, bármiből. Tehát tudja azt, hogy mit tudna magán elképzelni. De ez ruhában megvan minden embernél reggel.
Akinél meg nincs meg ez a kérdés, annak lesz a legegyszerűbb. Bemegy, azt kérem, műanyag zöld 3006 viszontlátásra, és fizet. Én irigylem ezeket az embereket, mert én nem ilyen vagyok, tehát 3 évig rosszul vagyok, még eldöntöm, milyen véset legyen egy puskán. Ez sem jó. De én ezt tudnám javasolni. Mi a helyzet a női vadászokkal? Ugye a vadásztársadalom 68 ezeres népes táborából nincs 3000 nő, aki vadászik. Számukra milyen lehetőségek vannak fegyverválasztás terén? Jól teszed fel a kérdést. Hála Isten, egyre jobban nő a számuk a női vadászoknak. Én azért nagyon tisztelem, meg szeretem őket, mert teljesen más lelkülettel állnak hozzá ez a tradicionális dologhoz. Lehet, hogy ezért megköveznek a régi nagyok, de én úgy gondolom, hogy színesítik az életünket. Ha már eleve a kiegészítő partnerünk, mint a Jóisten így teremtett, hogy a feleségünk tud lenni, nagy lenne a gond, hogyha nem engednénk őket oda ehhez a gyönyörű szép dologhoz, amit mi is művelünk. Ez fölismerte nyilvánvalóan a fegyvergyártás is, hogy nekik más az ergonómiájuk, más az elképzelésük, teljesen más stílust is tudnak felvenni vadászat közben, az mellett, hogy követik a hagyományainkat, de tisztában kell lenniük, hogy ők nyilvánvalóan más alkatú emberkék, mások az elvárásaik is a fegyverekkel kapcsolatban. Ezt a gyártók természetesen felismerték, elindultak az fele, hogy olyan tus típusokat gyártsanak, vagy már kimondott női modelleket gyártsanak, mind sörétes, mind golyós fegyver esetében. Általában az egyik érdekes kombó az ő esetükben, hogy nagyon erős kaliber, vagy ugye elmennek abba az irányba, hogy nagyon elkönnyítik a fegyvert. Most pont egy kicsit magam ellen beszéltem, ez az amerikai piacon nagyon elfogadott a női fegyvereknél a nagy kaliber. Ugye ott pont az miatt, hogy erősítik azt a hatást, hogy nem lőnek olyan jól, de ez nem igaz. Az egyik legfontosabb, hogy a mi cégcsoportunk, és tapasztalva az európai fegyvergyártók nagy részénél, a súly egy könnyebb fegyverrel fognak vadászni, és ehhez mérten egy kicsit gyengébb kaliberrel. Tehát az ő esetükben maradnak a 270 Winchester 30.06-tal bezárólag, és alatta nagyon sokféle. 308 az ő irányukban. 8x57? 308. 308. A 8x57-et annyira szerettem volna, ha újból felfedezik, de nem, egyszerűen nem akarja a piac. Én nagyon szeretem, egy nagyon jó, nagyon nagy választék, de nem akarják. Tehát ahhoz már megint szíka, tehát valaki azt szeretni kell, azt a kalibert szeresse, hogy megvásárolja, mert a leírásában túl sok jó nincs alatta. Azt szeretni kell. Tehát akkor a hölgyek ilyen 308. Én azt tapasztalom, és a számok azt mutatják, hogy 270 Winchester és 308. Ez a eladásaink garmada, tehát ez a legnagyobb hányadát, ezt teszi ki. Rövidebb tus, rövidebb cső, így spórolsz egy nagyon nagy súlyt. Az ő esetükben mindenképpen az alkar kész hossz, és ennek a háromszögének más a szöge, úgyhogy nekik nagyon jót tesz. A másik nagyon fontos, hogy az ő esetükben most már egyre több gyártó fölfedezi azt, hogy mivel ők valójában apróbbak egy átlag férfinél, ha fölteszem mert ugye a női szereléket hadd ne gyártson már egy gyártó, de az átlag normál standard szerelékre, standard távcsövet tesz föl, az nekik magas lesz. Tehát felfedezik azt, hogy kell az állítható pofadék egy ilyen fegyverre, tehát jót tesz nekik, hogyha van állítható pofadék a fegyveren, könnyebben eladhatóvá és jobban beállíthatóvá teszi nekik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy figyelnek már rá a gyártók, megjelentek ezek a fegyverek, megjelent a piacon, és azt kell, hogy mondjam, hála jó Istennek, nálunk is. Láttad az arányt, hisz te magad mondtad a 65-öt a 3-hoz, ez jelentkezik az eladásoknál is, ez, de van mind lehetőség. És igen, tud olyat választani, hogy ne az legyen, hogy neki mindig ilyen kényszer kelletlen van egy puskája, hanem nem, az női fegyvernek lett gyártva, neki ergonomikusabb. Egyébként még most pont ellene megyek ennek a mondatomnak is, hogy nagyon sok kicsi férfi vásárol női puskát, mert nem kell átszabnia. Pont nemrégiben volt egy ilyen Sauer Artemisünk, amit az úriembert nem zavart, nem lenőztük a férfi embert is, hanem egyszerűen olyan apró emberke volt, hogy neki nem úgy kezdődik, hogy levág 5 centit a tusból, mert nem jó. Tehát neki például teljesen jó volt az Artemis kivitel, aminél ugye maga az elsütő billentyű távolság, tehát mivel a kisebb kész fejről beszélünk, az elsütő billentyű közelebb kerül, rövidebb a tus,
van egy állítható pofadékunk, egy rövidebb csővel, egy átlagosan, tehát egy kisebb kaliberben, amit már megbeszéltünk korábban, hogy bőven elég egyébként, és ezt látszik, hogy a nők legalább el is fogadják, hogy bőven elég. És a kereskedők egyébként tartanak ilyen női fegyvereket? Tehát rendelnek tőletek? Rendelnek, még azért ennek a kicsi száma van, tehát egyelőre ezt mi tartjuk készletre, és ha kérnek, akkor oda szállítjuk nyilvánvalóan, ennek még nincs akkora keletje, de megyünk ez felé. Úgyhogy nagyon örülök a hölgyeknek, hajrá! Hajrá, hölgyeim! Tegyétek, vigyétek és öregbítsétek a vadászatot! És hajrá, vadászok! A mai műsorunkban ennyi fért bele. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én úgy gondolom, hogy beszéltünk a férfi vadászokról, női vadászokról, lehetőségekről, hogy ki milyen fegyvert vegyen, esetleg milyen kaliberben vegyen. Úgyhogy kimerítettük azt, amit egy golyós fegyver adhat nekünk. Nyilván mindenkinek a sajátja, hogy milyen puskát választ, amikor elkezdi a vadászatot, vagy éppen már vadászik, de szeretne egy picit tovább-tovább menni. Ehhez hallottunk tőled jó néhány instrukciót, saját gondolatot, saját kis történetet. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, jövő héten pedig újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!